Köszöntöm kedves nézőinket! A Kaleidoszkóp mai adásában az esküvői szezon közelettével Sóskuti Zoltán református lelkész mondja el a házassággal kapcsolatos gondolatait, ezt követően pedig ellátogatunk a Rákoshegyi Közösségi Házban rendezett oldtimer kiállításra. Műsorunk végén újra játszhatnak kvízjátékunkkal, érdemes lesz velünk tartani. Mindenki tökéletes esküvőről álmodik, na de mi vár ránk a nagy nap után? Adásunk kezdeteként Sóskuti Zoltán református lelkésszel beszélgetünk arról, hogy mit is jelent pontosan házasságot kötni, hogyan lehet ápolni és életben tartani ezt a kapcsolatot, és a párok mire figyeljenek annak érdekében, hogy ez a kötelék valóban örökké tartson. Üdvözlöm a stúdióban Sóskuti Zoltán református lelkészt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye a mai beszélgetésünk témája a házasságkötés. Mikor érdemes együttjárás vagy együttélés után belevágni a házasságba, amikor a pár már igazán készen áll? Mit is jelent pontosan a házasság? Hát jó lenne azt mondani erre, hogy egy év után, vagy két év után, vagy három év után, amit mindenképpen szoktam mondani, hogy egy évet mindenképpen éljünk át együtt, hogy megismerjük például, hogy ki hogy ünnepli a születésnapot, kinek mit jelent a karácsony, hogy éli meg a telet, milyen hangulata lesz télen, kibírjuk-e majd, hogyha vele élünk télen, és mindig morcos télen. Tehát, hogy egy évet mindenképpen éljünk át. De én azt gondolom, hogy valahol, erre ugye nincsen szabály, hanem valahol belül kell megérni erre a kapcsolat, ahogy én úgy látom, hogy ahogy fejlődik a kapcsolat, mindig megérik a következő szakaszra például, hogy mikor legyen gyerekünk, ez is az, amikor megérünk rá. Tehát belülről megérik a kapcsolat, és ha ott nem történik egy minőségi ugrás, akkor lefele kezd el menni. Én mindenképpen a hosszú együttjárások ellen vagyok, de nyilvánvalóan függ, hogy hány évesek vagyunk. Tehát egy tapasztaltabb, idősebb párnál, akik már sok mindenen átmentek, netán mondjuk válláson is túl vannak, vagy több párkapcsolaton, azt gondolom, hogy nem kell olyan nagyon sok idő, hogy az ember a legfontosabb dolgokat figyelje. És kell hozzá mindenképpen figyelem, hogy tudjam, hogy mire kell figyelni. Amit például a legfontosabbnak tartok a házasságnál, az az értékrendnek a hasonlósága. Nem azt mondom, hogy tökéletesen egyezzen, de az alap dolgokba egyet kell érteni, mert a személyiségünk, a habitusunk, a szokásaink azok csiszolhatók, illetve elviselhetők, de az nem fér össze, hogyha az értékrendünk más, és az azért egy év alatt kiderül. Hogy mit jelent a házasság? Van egy vicces mondat erről, hogy a házasság az, amiben megoldhatjuk azokat a dolgokat, amik a házasság nélkül nem lennének. Tehát ez így kicsit kikarikíroz a dolgot, de mégis azt mondom, hogy a házasságnak a lényege, a célja maga a házasság. Az, hogy abból születik, hogy két ember megszereti egymást, szerelmesek lesznek, az mindenképpen kell hozzá a szerelem azért, mert ha már az elején nincs, mi lesz később. De hogy ezt a kapcsolatot, ami nekünk sokat jelent az első pillanatban, vagy egy év után, ezt ugyanúgy ápolni tudjuk, és jó maradjon. Tehát a házasság arra való, hogy ápoljuk, erősítsük, gazdagítsuk a kapcsolatunkat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a házasság most divat, nem divat, mindenképpen az egyetlen járható út, hogy egy kapcsolat épségben maradjon. Sokan ugye úgy vannak vele, hogy miért kössek házasságot, ha jó a kapcsolatom, békésen el vagyunk, együtt élünk, egyfajta szerződést kötni úgymond értelmetlen, miért érdemes mégis belevágni a házasságba? Ezt köszönöm, ezt a kérdést, ez nagyon fontos, mert egyfelől igaza van annak, aki ezt mondja, hiszen annyi rossz példát látnak a házasságról, hogy többen azért félnek a házasságtól, hogy ha most jó a kapcsolat, ezt evel elrontanánk. Én egyébként olyan nővel még nem találkoztam, aki egy idő után ne szerette volna, hogy a férfi feleségül vegye, egyszerűen azért, mert a nő a biztonságra törekszik, és a nő számára a házasság a kikötő, a megérkezés, a biztonság. Amíg egy férfi ebben nem kötelezi el magát egy nő mellett, addig örökké bizonytalanságban van. A nőnek ugye a biológiai órája ketyeg, a férfi egy kicsit ráérősebb, tehát a nő mindenképpen érdekelt, hogy házasságot kössön, mert ez a biztonság, de nem ez a fő indok, amiért házasságot kell kötni, pont azért azt a szót használt az imént, hogy szerződés. Én ezzel szemben azt mondanám, hogy a házasság nem szerződés, hanem szövetség. Egy szövetség, amit a régiek is, amit a szövetségen értettek, hogy valamiért kötjük garanciákkal, sok minden együtt a szövetséget, és ebbe a szövetségi hűség kötelez.
Egyébként pedig azt gondolom, hogy aki átélte a házasságot, és tényleg szép volt a házasságkötés, egy szép emlék, azok számára egy kicsit mindig a kályhannan el tudunk indulni, vagy ahova visszatudunk menni, hogy akkor még, és akkor azt mondtuk. Ezért a templomi házasságkötésnek a csúcsa szerintem az a gyönyörű református fogadalomtétel, amiben elköteleződünk, egyfajta esküd fogadalmat mondunk, és ez az, amikor minden kötél szakad, és én már húznék ki belőle, de megfogadtam, és ez sokszor az a megtartó erő, ami egy együttélésnél nincsen. Egyébként pedig, ezt úgy látom az indirekt tapasztalatokból, mert én magam soha senkivel nem éltem együtt, hanem házasságban élek együtt, tehát a házasságkötésig nem éltem együtt senkivel. Én ezt nem is bánom, de azt látom az együtt élő pároknál, hogy tök ugyanaz, mint a házasság. Tehát ugyanúgy elindul azok a problémák, azok a dolgok, amik aztán a házasságban vannak, csak nincs hozzá az a forma, vagy az a várfal, ami megvédené. És elindul, ahogy szoktam mondani a házasságban is, a férfiak taplósodása és a nők sárkányosodása, és ez a kettő egymást előjövő folyamat, minél inkább sárkány a nő, annál inkább tapló a fickó, minél tapló a fickó, annál sárkányabb a nő, és ez ugyanúgy lejátszódik házasságban, meg házasság nélkül is. Ezért szerintem nem az a kérdés, hogy házasságot kössünk-e, vagy csak együtt éljünk, hanem hogy akármelyiket választjuk, én hívő emberként a házasságra mondok igent, az együttélésre nemet, de akármelyiket választjuk, azt úgy tegyük, hogy az jó legyen, hogy arra vigyázzunk. És ön milyen tanácsokat szokott adni ugye a pároknak felkészítés gyanánt, hogy mitől is működik egy házasság? Hát először is van egy beugró kérdés, és azt szoktam mondani, ha három kérdésre igen mondanak, csak akkor vállalom az esketést, és most már ebben kemény is vagyok. Tehát van olyan pár, akinek azt mondom, hogy ha ezen nem dolgoznak, akkor én nem vállalom. Nálam 6 alkalom van előkészítés, és nagyon jó hangulatú beszélgetések, de kemény is. Na, a három kérdés. Az első az, hogy úgy érzed-e, hogy ha ez az ember, aki melletted van, soha semmit nem változik ezen túl, akkor is hajlandó vagy-e vele élni, és le tud élni az életet. Mert nagyon sokan illúziókkal mennek bele, hogy majd én megváltoztatom, majd az idő meghozza. Például az alkoholizmusnál ez tipikus, hogy majd mellettem jobb lett. Tehát egy évig, két évig, három évig jobb lett, aztán visszarendeződik minden. Tehát ha nem változik semmit, ilyen marad, akkor is velem maradok-e. A második kérdés az szokott lenni, hogy azt éled-e meg, hogy a párod kiegészülést. Tehát úgy érzed el, hogy pont ő az, aki hiányzott bennem. Tehát én eddig fél voltam, és ő az, akivel egyek tudunk lenni. Ez a házasság misztériuma is. És a harmadik a szerelem, és nem a szerelemnek az első felfűtött változatára gondolok, hanem arra, hogy nem csak szeretem őt, hanem ott van benne a vágy. Nyilván a testi vágy is, az rendkívül fontos, de ezzel együtt az a mély vágyakozás, ami több annál, mint hogy bárkit szeretek, és azt nagyon komolyan szoktam mondani ezeken a beszélgetéseken, hogy én nem hiszek abban, hogy a szerelem elmúlik és szeretetté érik majd. Ez egy hülyeség. Tehát a szerelem nem múlik el. Én 15 éve ismerem a feleségemet, 14 éve vagyunk házasok, és most is nagyon szerelmes vagyok belé, és bármilyen örültségre kész vagyok érte. Egyszerűen azért, mert ezt a szerelmet, ha ápoljuk, és ez a tanácsom, a legfőbb tanácsom, az előrezőre is visszakanyolva, a kapcsolatot, a szerelmet ápolni kell. Egy nálam sokkal komolyabb lelkipásztor tanította ezt egyszer, hogy a házasság olyan, mint egy növény, mint egy élő lény, ha nem öntözzük, ha nem tápláljuk, akkor elhervad. Tehát bele kell tenni energiát. Ugye ez a nagy csapda a házasságban, hogy összeházasodnak, és kicsit úgy érzik, hogy megérkeztünk, most már nem kell semmit csinálni, ez most már megy magától. De nem. Tehát addig ugye belenyomják az energiát, a lányok, hogy megtartsák a fiút, a fiúk, hogy meghódítsák a lányt, ez ugye alapvetően egészségesen így kéne működjön, és aztán elengednek. A lány is elenged, a fiú is elenged, azt gondolják, hogy most már minden megvan, és nem táplálják, tehát ezt táplálni kell, és ebben talán a feleségemmel azt szoktuk mondani mindig, hogy, és ebben azt gondolom, sok mindenben hibázunk, és sok minden illúzió megdől, de ebben azt hiszem, hogy hitelesen mondom, amit mondok, hogy a kettesbe töltött idő a legfontosabb. És amikor gyerekek születnek, akkor is. Tehát az, hogy legyen minőségidőn kettesbe, ez nem a tévénézős popcornevősre gondolok, bár a film is lehet közös élmény, arról beszélgetünk,
De az, amikor elmegyünk kirándulni, művelődünk, ez is fontos, hogy töltsük meg tartalma a házasságot. Tehát az földszintes házasság, hogy eszünk, iszunk, pisilünk, alszunk, dolgozunk, ez egy ilyen földszintes élet. Tehát, hogy építsünk rá, kulturálódjunk, töltsük meg tartalma, olvassunk együtt könyvet. Például emlékszem, hogy a Nász úton a feleségemmel együtt egy kodolányi könyvet olvastunk, két példányba vittük el, és közben tudtunk rá beszélgetni. Nagyon izgalmas volt. Persze a Nász út minden szempontból izgalmas, nem kodolányi miatt volt elsősorban izgalmas, de ez egy szellemi impulzus volt. Tehát, hogy ne egyszintes vagy földszintes életet éljünk, hanem együtt éljünk. És ha szabad még egy dolgot mondanom, egy példatörténettel adott egy művelt nő, aki egyetemet végzett, és rendkívüli módon szeret olvasni és színházba járni, és adott egy férfi, aki autószerelő, és rettentően szeret meccsre járni. Ez egy konkrét történet, megtörtént. Nagyon érdekes volt, hogy amíg együtt jártak, a lány ment meccsre, tudta a játékosok nevét, ott drukkolt a fickóval, és a fickó pedig járt színházba, szépen felöltözött nyakkendőbe, öltönybe, és mentek színházba. Még régen játszódik, még felöltöztek az emberek a színházba normálisan. Na, és a vége az lett, hogy összeházasodtak, és a lány soha többé nem ment meccsre, a fiú soha többé nem ment színházba, és mivel gyerekek lettek, a lány egyáltalán nem ment színházba. Milyen földszintes kapcsolat lett belőle, pedig milyen szép volt, hogy egymás szenvedélyében részt vettek. Tehát ez is nagyon fontos, hogy persze lehetnek külön utak azért, óvatosan, külön szenvedélyek, de hogy a szenvedélyébe a másiknak partner legyek, és ott megéljünk valamit együtt, hogy ne maradjon magányosan a társam abban, amit ő szeret csinálni. Persze a horgászni szeret, nem jó, ha ott kotyog a felesége mellette, de azért érdeklődni kell, vagy néha elmenni és csendbe ülni vele a parton. Ugye már szó volt arról egy rövid mondatban, hogy mi van, ha már megszületik az első gyermek. Hogyan lehet ilyenkor is az egymás iránti türelmet, tiszteletet fenntartani, és valóban tényleg továbbra is néha-néha csak kettesben tölteni minőségi időt? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Három gyermekünk van, és bár egészen tudatosan csináltuk végig, tudtuk, hogy ez nehéz lesz, és próbáltuk nagyon figyelni, még így is izzadságos volt és nehéz. Tehát nem úgy mondom, mint győztes hadvezér, aki ezt végig hatalmas diadalokkal csinálta végig, de azt gondolom, hogy azért elég jól sikerült ezt tartani. Különösen azt, hogy kettesben legyünk. Ez nyilván nagyon hálásak vagyunk a nagymamáknak, hogy álltak ilyen sokszor rendelkezésre. De nyilván lehet azért barátokat, ismerősöket találni, akik kezdetektől, kicsikortól egy fél órát lemegyünk sétálni, egy órára elszaladunk valahova, vagy elmegyünk egy mozit megnézni, és aztán ezt tágítani egészen odáig, hogy mi kettesbe el szoktunk menni nyaralni, pár napot legalább, és minden évben van egy hétvége, amikor kettesbe elmegyünk. És ez egészen, nyilván van egy pici kor, amikor ezt nem lehet megtenni, de amint lehet, mi ezt mentünk, mert ápolni kellett a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy az a nehéz, hogy nagyon mást él át egy édesanya és egy édesapa, egy férj és egy feleség, és ezt nem magyarázzuk el egymásnak. Tehát nagyon fontos a házasságban, általánosan mondom, aztán próbálom alkalmazni erre a témára is, hogy nagyon fontos az én közlés, hogy kifejezem, hogy én mit élek át, anélkül, hogy téged támadjalak, mint feleségemet vagy férjemet, elmondani, hogy én ezt úgy élem meg, hogy nekem ilyenkor az az érzésem, hogy ugye a tipikus jelent ebben az esetben, hogy a nő egész nap az üvöltő gyerekével szórakozik, tök egyedül a négy fal között, kinesik az eső, borús az ég, teljesen egyedül van. Hazajön a férj, dög fáradtan a munkahelyről, egész nap gályázott, és az üvöltő gyereket belenyomja a feleség a férj kezébe. És ezzel nincs baj, ha érti a férj, hogy mind ment át a feleség, és érti a feleség, hogy mind ment át a férj. Ennek egy B-verziója, ami szerintem sokkal hatékonyabb, vagy jobb, hogy hazajön a férj, és ad egy kis időt a feleség, és nem, mert tudja, hogy fáradtan egy másik világból jön, tehát egyfajta zsilipelés, hogy megérkezzen a férj, és akkor, ha a feleség szépen ki tudja fejezni, a férj pedig elég empatikus és megértő, hogy mind ment keresztül a felesége, magától fogja ezt, gyere, add oda a gyereket, egy kicsit pihenj le, vagy nézz tévét, vagy fürödj le addig, vagy csinálj valamit, olvas valamit, mert tudom, hogy neked is nehéz napod volt. Csak az a baj, hogy elvárások találkoznak egymással a házasságban, és az elvárások mindig háborút szülnek. Mert a nő elvárja, hogy a férfi azonnal, mert ő egész nap, a férfi elvárja, hogy ő egész nap gályázott, most ne kelljen a feleségével foglalkozni, vagy a gyerekével, kicsit kockulhasson, vagy nézhessen ki a fejéből. És mivel nem fejezzük ki, és nem mondjuk el, hogy mi mentünk keresztül, nem is adunk esélyt a másiknak, hogy megértse, mert rögtön támadjuk. Tehát ez nagyon fontos, hogy a férfi megértő legyen abban, hogy a nő mit él át. Hogy mit jelent az például,
a házas élet esetében, hogy a férfi ugye, ha van gyereke, ha nincs, egy dologra vágyik, de arra nagyon is sokszor. Hazamegy, és a feleség mellén éppen a gyerekét látja, és aztán várná, hogy ő kerüljön sorra, de hiába vár, mert a nőnek a testi kontaktusban bőven elég volt ennyi. Na, ilyenkor jön az a rész, most ha a szexuális életről beszélünk, hogy mit csinál egy jó férj, azt mondja, hogy uralkodom magamon, mert tudom, hogy a feleségem nem guminő, és nem arra van, hogy engem folyton kielégítsen, hanem arra van, hogy szeressem őt. Elsősorban arra van, hogy szeressem őt, és aztán viszont szeret. Ezért türelemmel várok. A nő pedig mire gondol? Itt van ez a férjem. Azért kaptam, hogy szeressem őt. Szeretném szeretni, és tudom, hogy neki fontos, hogy a testünkkel is összeérjünk, és foglalkozzunk egymással, így is, így lehessünk együtt. És ezért erőszakot vesz magán, idézelve mondom, és túllép az ő kerítésén, és azt mondja, a férjem kedvére átlép. És amikor már együtt vannak, ha szeretik egymást, úgyis jó. De ezt az első lépést nehéz megtenni ebben is. Vagy például az egymás szeretet nyelvének a megtanulása nagyon fontos. Ugye tudjuk, hogy sokféle szeretet nyelv van, ahogy a szeretetet adjuk és kapjuk, és ezt megtanulni, ha erre szabad egy példatörténetet elmondani, ez talán egy tipikus eset lehet, hogy a férj hazajön egy virággal a kezében, és úgy gondolja, hogy a feleség felé így kifejezi a szeretetét, a nő pedig vacsorával várja a férjet. A férj belép a virággal, de a nő egyáltalán nem beszéli az ajándékozás szeretetnyelvét, neki ez a virág nem számít sokat, azt várná, hogy a férj beszélgessen vele a vacsora közben és után. A férj pedig igazából arra vágyott, hogy odaadja a virágot, és azonnal ágyba bújjanak egymással, azonnal dobja le a ruhát a feleség, és hát hatalmas élményük legyen. Ehhez képest leülnek vacsorázni, a férfi megeszi az ételt, a nő csalódik, mert közben nem beszélgetnek, utána a férfi elmegy fürödni, és mire kijön a fürdésből, a nő elaludt, mert hullafáradt. És senki nem azt kapta, amit akart, pedig mind a kettő ki akarta fejezni a szerelmét, szeretetét, csak nem azon a nyelven, vagy nem értették egymást. A férj nem hallotta meg, hogy ez a vacsora a legnagyobb szeretet, és nem csak zabálás, és a feleség azt mondja, hogy kérdezem már meg, hogy hogy van. A nő meg nem értette meg, hogy a virág az a legnagyobb szerelem, és a férfi azt várta volna, hogy egy hosszú átdolgozott nap után végre kikapcsolódjanak, és összeérjenek együtt. Tehát ezek szerintem nagyon fontos dolgok, hogy értsük egymást, és ebben talán férfiak a fő bűnösök, hogy képtelnek, mert nem tanulták meg a szüleiktől, apukájuktól, hogy kifejezzék az érzéseiket. Hogy egy ilyen este után a férje azt mondja másnak, nézd, Rozika, hazajöttem, és annyira vágytam rá, hogy összebújjunk. Egész nap erre gondoltam, és az a virág abban minden szerelmem benne volt, órákig válogattam a virágárusnál. És ezt, hogy ő elmondja, de nem úgy, hogy Rozi, te egy valami csoda feleség vagy, hanem kifejezi, ami benne volt. A nő pedig elmondja, hogy te Bélám, hát én olyan gonddal készítettem a vacsorát, minden szerelmem benne volt, és annyira vártam, hogy egy kicsit megtudhassam, hogy mi volt veled ma, hogy én is elmondhassam, annyi gondolatom van, egész nap gyűjtöttem magam, hogy elmondjam. És olyan jól esett volna, meghallgatott. Ebben nincs pici szemrehányás van ugyan, de nincs támadás, hanem kifejezte a saját érzelmeit mind a kettő, és talán annyi történik ezután, hogy azt mondja, hogy ne haragudj, megbocsátok. Mert egyébként a házasságnak a kötőeleme a megbocsátás. Ha ez nincs, akkor nincs házasság. És mi lehet akár így kulcsszavakban, vagy kulcsmondatokban, amit ha önmagunknak mantrázunk, vagy esetleg a párunknak reggelente, vagy esténként, ami valóban erősítheti ezt a kapcsolatot, vagy éppen erősen hagyhatja, és nem engedi kihűlni. Az egyik legfontosabb, amit az imént említettem, ez maradjon mindig meg a megbocsátás. Bocsánatot kérni, és bocsánatot adni, ez nem megalázó, ez szeretetteli, és aki tud bocsánatot kérni, alázatos lenni, és tud azonnal megbocsátani, az már nagyon jó. És nem akkor kell megbocsátani, amikor bocsánatot kér, hanem amikor vétkezett ellenem, akkor kell elkezdeni dolgozni magamban, hogy mire odaér, hogy bocsánatot kér, azt mondjam, hogy megbocsátok. A másik, hogy ne elvárásokkal dolgozz, tehát nincs elvárás. Az elvárás megbénít, ezt én keserű módon tanultam meg az emberi kapcsolatokban. Az elvárással megbénítjük a másikat, helyette elfogadó szeretettel kell másik fele. Fogadd el olyannak, amilyen. Akkor fog tudni megváltozni, ha elfogadod. Nincs jogod megváltoztatni a másikat, ez talán megint egy ilyen mantra, egy ilyen elem, amit lehet mondogatni magunknak, hogy nem birtoklod a másikat, és nincs jogod megváltoztatni erőszakosan. Őt vetted feleségül, ő hozzámentél, ne reklamálj semminek. Nagyapám egyszerűen úgy mondta, fiam, amilyen virágot szakítasz, olyat szagulsz. Te szakítottad, szagoljad. Old meg, ez a dolgod.
Tehát fogadd el a másikat, és az a csodálatos, hogyha elfogadják egymást, egy olyan szeretet jön létre közöttünk, amiben könnyű változni, mert ő érte változok meg. Nem azért nem dobom le a büdös zoknimat, mert nekem az így sokkal jobb, hogy szépen összerakom és berakom a szennyesbe, hanem azért, mert tudom, hogy őt ez bántja, és szeretem őt, és nem akarom, hogy neki rossz legyen. Tehát mindig ebből kell kiindulni. Talán még egy vicces dolgot hadd idézzek, a lelkipásztoromnak volt ez a szövege, esküvőkön sokkolta a jó népet ezzel. Kierkegaardtól van állítólag ez az idézet, hogy így megkérdezi a násznépet, esküvő gyönyörűen felöltözött párocska, boldog akarsz lenni? Ne házasodj meg. Hatásszünet. Boldoggá akarsz tenni valakit? Házasodj meg. Tehát, hogy ne az én boldogságom számítson, és ha ez kölcsönös, akkor senki nem lesz vesztesebben. Nyilván, ha egy valaki zsarnok, és a másik mindig az ő boldogságát keresi, akkor egy aszimmetrikus kapcsolat lesz. Tehát amiről beszélek, akkor működik, ha mind a kettő akarja. Azért így indulunk. És ha egy önző disznóval találkozunk, akkor ne házasodjunk vele össze. Mert azt gondolom, hogy az önzés teszi tönkre leginkább a házasságokat. És teljesen. Tehát egy olyan kontextusban élünk, egy individuális társadalomban, ahol mindenki a maga fogyasztói szemléletét viszi bele a házasságba, és mindent a házasságtól vár. És ha nem adja meg, akkor már nem kell. A műsorunk végéhez közeledve egy utolsó kérdésként feltenném, hogy ön szerint miért van egyre több válás, hogy mi az az út, amikor már észre kell vennünk, hogy mi a válás útjára léptünk, itt valamit változtatni kell, hogy ne legyen vége ennek a kapcsolatnak, és valóban örökké tartson. Vannak jelei, és amikor még vannak jelei, akkor kell segítséget kérni, vagy akkor kell elkezdeni dolgozni, amikor a másik boldogtalan mellettünk, vagy az emlékekre sár kerül, és nem úgy emlegetjük már, mint régen, vagy amikor a másik kifejez valamit verbálisan vagy nonverbálisan, azért ezt észre lehet venni. Vagy amikor belép egy harmadik személy, akárhogyan is, az mindig egy intőjel, akár barátként is neki mondom el inkább, mint a házastársamnak minden gondomat. Tehát sok-sok intőjel van, amire oda kell figyelni. Egyébként a válások oka, megismétlem, hogy az önzés leginkább, hogy csak a saját érdekemet nézem, az emberek nem tudnak tűrni, és nem tudnak korszakokat elviselni, mert vannak nehéz korszakok, amiken túl kell jutni, és aztán, és közben dolgozni, hogy a következő korszak ne ilyen legyen. Tehát ez a fogyasztói szemlélet, hogyha valami nem működik, akkor nem megjavítom, hanem lecserélem. Ez közhelyszerű, de mégiscsak ez az egyik legfőbb oka. A másik az, hogy az érzelmeinkről nem kommunikálunk egymással, másoknak panaszkodunk, de másik a házastársamnak nem mondom ennyíltan, hogy nem az, hogy mit várok tőle, hanem hogy nekem mire lenne igényem. Nem beszélgetünk egymással, csak megbeszélünk folyton, hiányzik az elfogadás. És még egy nagyon fontos dolgot említenék, hogy ezt nemrég fedeztem föl én is, hogy amikor igent mondok a másiknak, akkor mire mondok igent? Amilyen ő, vagy ő rá magára? És szerintem itt van egy nagy segítség, hogy amikor ő nem olyan, mert depressziós lesz, vagy anyaként most éppen egy olyan helyzetben van, hogy nem tud rám koncentrálni, vagy férfiként a munkahelyi problémái miatt, munkanélküliség miatt én fordulok ki önmagamból, akkor már nem kellek neked, mert én megváltoztam. Nem erre mondtam igen, nem ilyen voltál, hanem nem. Amikor én igen mondok a feleségemre, és ő a férjére, akkor ő rá magára, a személyére, akiből nincs több, arra mondok igen. És ebben nagyon jó, hogy sem halál, semmi nem választhat el tőle, és ott van a mi házassági eskünkben, hogy vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek, és hogy sem egészségében, sem betegségében, sem boldogtalan állapotában hitetlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges segítőtársa, gondviselője leszek. Tehát az, hogy a hűség, a házastársi hűség, a szövetség, hogy én egyszer igen mondtam, és kitartok mellette. Nyilván lehet nagyon szélsőséges eset, amikor azt kell mondani, hogy ez nem megy tovább. Egy házasságot az utolsó pillanatig meg lehet menteni, ha mind a kettő akarja. De van egy pont, ahol, amikor, ahogy megérünk a házasságra, amit az elején mondtam, van egy pont, amikor érezni kell, hogy baj van, és nem későn, hanem akkor kell segítségért fordulni másokhoz. Erre valók például lelki pásztorok, és örülök, hogy sokszor tanulja lehettem annak, hogy egy házasságot sikerült megmenteni, együtt beszélgetve, együtt dolgozva ezen. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, hát reméljük, hogy nagyon sokaknak hasznos volt. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk. Viszontlátásra. Én köszönöm, hogy itt láttam.
Veterán járművek makettjeit, fotóit és díjait bemutató kiállítás várja az érdeklődőket a Rákoshegyi Közösségi Házban. A közúti közlekedés emlékeit magába foglaló gyűjtemény a Rákosmente Oldtimer Egyesület tagjainak jóvoltából tárulhat a látogatók elé. Makettek, díjak és meg annyi fénykép. Az április 27-én nyílt Oldtimer kiállítás célja, hogy felkeltse a figyelmet a közúti közlekedésnek azon emlékeire, amit a Rákosmente Oldtimer Egyesület tagjai restauráltak, őriznek, illetve működőképes és bemutatható állapotban tartanak. Figyeljünk oda a múltunk emlékeire. Ezek is azok. És a nemzet műszaki kulturális örökségének nagyon komolyan részei. És amint itt a tárgyakból, a fotókból látható, az Egyesületnek a tagjai nem csak eredeti példányokkal, hanem makettok gyűjtésével is foglalkoznak, és itt a vitrinekben lehet látni azokat a serlegeket, amelyeket a különböző rendezvényeken nyertünk. Az Egyesület tagjai kiemelten szeretnének foglalkozni a magyar autógyártás emlékeivel is, így például a Csepellel és az Ikarusszal, amelynek alapjai a mai nyugati gyártmányokban is feltűnnek. Az Ikarusz 55-ös volt az az első autóbusz, amelyik önhordó acélszerkezettel épült. 1954-ben és 55-ben Genfben aranyérmet nyert az autóbusz világkiállításon, és ezután a nyugati autóbusz építő mérnökök, fiatal mérnökök tucatjával jöttek az Ikarushoz tanulni autóbusz gyártani. Büszkék lehetünk rá erre a járműre, ugyanúgy, mint az itt látható Csepel 344-es teherautóra, amelyik tulajdonképpen a hadsereg részére épült a 50-es évek vége, 60-as évek elején, olyan terepjáró tulajdonságokkal, amit nagyon sok autónál meg se próbálnak megcélozni. Itt ugyan egy platós változata van bemutatva, de több mint 70 felépítmény, fajta felépítmény került erre a járműre, és még 1992-ben, amikor én eljöttem nyugdíjba a hadseregből, akkor ezek még rendszerben voltak, ezek a járművek, és hibátlanul működtek. A tárlaton különböző díjnyertes motorkerékpárokról készített fotók is fellelhetők. Itt van a motorkerékpárok között annak a Moto Guzzi-nak a fotója, amelyikkel a restaurátora, ifjabb Sajben János, 42 éves, ez is fontos információ róla, megnyerte a Magyar Motorkerékpár Restaurátorok és Motorkerékpár Építők versenyét tavaly májusban, majd rá egy hónapra Pozsonyban megnyerte az európai versenyt is ugyanezzel a motorral. A fotókból is látható, hogy itt nem kispályások játsszák ezt a játékot, hanem profi módon eredeti állapotra visszaállított járművek fotóit látjuk, és mutatjuk be azoknak, akiket érdekel ez a téma, és szeretnénk, ha minél többen érdeklődnének iránta, mert ha jól emlékszem, akkor Radnóti mondta, hogy aki a múltját nem ismeri, annak jövőképe sincs. A kiállítás megnyitó napján több különleges járművet életnagyságban is megtekinthettek a látogatók, például egy sötétkék Ford Cortinát.
sportváltozata éveken keresztül a rally világbajnokságokat nyerte a 60-as években, és 2-3 évvel ezelőtt, amikor a veterán rally világbajnokság volt, akkor ismételten az élen végzett a Ford Cortina, amelyik egy hihetetlen, egyszerű, izembiztos és minden női és férfi igényt, vezetéssel kapcsolatos igényt kielégítő jármű. Tehát tessenek majd megnézni a Török Lászlónak a járművel, milyen csodálatos állapotban van. Emellett egy Cabrio BMW-t és egy Nissan-t is körbejárhattak az érteklődők. Ez a kis szériás, limitált szériás soron készült Japánban, a Datsun soron. A Nissan Sheriből majdnem 3 milliót gyártottak, amit a világ minden részén el is tudtak adni, csak a japán nő nem ül be, csak automata váltós autóba sofőrnek. Ezért készítették nagyobb motorral, automata váltóval, gyárilag szerelt napfénytetővel, mechanikus gyerekzárral, és egy pár száz darab Európába került ebből a járműből. Ez konkrétan Svájcból érkezett, és 94 óta van a családban. A rajta lévő reklámok még az első kereskedőnek a reklámjai. Az autóban 181 ezer kilométer van, és alig költöttem rá pénzt, még mindig autózok vele 181 ezer kilométerrel, és olyan fogyasztással, meg CO kibocsátással, amikor a vizsgabiztos meglátta most februárban a képernyőt, a 0,13 alapjárati CO-val, a Károly bácsi, a két katalizátoros új autókon nem tudunk 0,3-nál kevesebbet mérni. És 21 éve nem volt a karburátorához hozzányúlva. Németországban találtunk még kereskedőnél egy ugyanilyen Nissan Sherit, 6200 euróért van kitéve. Ha ezt beszorozzuk úgy nagyjából, ez több mint 2 millió forint. És akkor, ha azt megveszi valaki és forgalomba helyezi, akkor 2 lesz belőle Európába forgalomba. Borse Károly hozzátette, egy-egy ilyen járművet nem kerül milliókba fenntartani. A különböző alkatrészek beszerzése és a karbantartás kis összegből is megoldhatók. Azt se feltételezze rólunk senki, hogy nem tudom, milliókat költünk arra, hogy egy ilyen járművet fenntartsunk. Sokat dolgozunk velük, sokat ápolunk, igénybe veszünk szakmunkát, ha szükség van rá, fényező, vagy karosszéria, lakatos, vagy egyéb. De tessenek megnézni ott kint őket, hogy mi a végeredmény. A tárlatot Berezvai Gábor, a Magyar Autóklub Oldtimer szekciójának igazgatója nyitotta meg, aki beszédében az autók iránt érzett szeretetet egy anya-gyermek kapcsolatához hasonlította. Azt szokták mondani, hogy a hölgyekre nézek, hogy a hölgyek egy darabig a kezükben tartják a gyermeküket, majd később a szívükben. Szerintem az oldtimeresek azok ugye először megszerzik a járművet, először kézben tartják, aztán végig a szívükben tartják ezeket a járműveket, és ezeket szeretnénk valahogy úgy eltenni, hogy utána évek múlva is elővehessük. A legtöbben kis naplót vezetnek arról, hogy hogyan újítottak fel egy járművet, sokan fényképeznek ezekhez a járművekhez. Én azt gondolom, hogy az a múlt, ami a járművek múltja, és az, ami a fényképezés múltja, talán elválaszthatatlan. Nézegeti az ember a Fortepán oldalt, nem tudom, hogy itt az urak, hölgyek szokták-e nézegetni, vagy régi olyan oldalakat, ahol több évtizedes fényképek kerülnek föl, és a legtöbb fényképen ott vannak a járművek. Szinte mindenütt ott vannak az ember környezetében, vagy véletlenül, vagy tudatosan. A beszédet követően Borse Károly tárlatvezetés keretein belül körbevezette a jelenlévőket, bemutatva a kiállított tárgyi emlékeket, fotókat, maketteket és díjakat, valamint az egyesület tagjainak autóira is egyenként kitért. A profi munkával eredeti állapotukba visszaállított veterán autó és motorcsodák felidézték a múlt hangulatát. A járműtörténeti kiállítás május 18-áig látogatható a Rákoshegyi Közösségi Házban. Baby, my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes.
Adásunkat kvízjátékunkkal folytatjuk, amellyel értékes belépőket nyerhetnek a kerület különböző kulturális intézményeinek programjaira. Nincs más dolguk, mint helyes választ adni az aktuális adáshoz kapcsolódó kérdésünkre, elküldeni a megfejtést az info@rakosmente.tv.hu e-mail címre, a 0620 476 80-as SMS számra, vagy üzenjenek a Rákosmente TV Facebook oldalán keresztül. A szerencsés nyertest válaszüzenetben értesítjük, a névre szóló páros belépőt pedig a program előtt fél órával veheti majd át személyesen az esemény helyszínén. E heti kérdésünk a következő. Hol tekinthető meg a Rákosmente Oldtimer Egyesület kiállítása? Sok szerencsét kívánunk, várjuk játékos kedvű nézőink válaszait! Most pedig a teljesség igénye nélkül következzen programajánlunk a jövő heti események kínálatából. Május 8-ától 19-ig Sokszínű világ című gyermekrajz kiállítás várja az érdeklődőket a Balonyi Galérián, a Gregor József általános iskola növendékeinek munkáiból. A megnyitót május 8-án, kedden 17 órakor tartják. Hatodik alkalommal rendezi meg a Bűvész Színház és a Louis Production a Magyar Bűvészet Napját május 12-én, szombaton 10 órától. A szervezők a szokásos Rodolfo kiállítás és a gála műsor mellett egy nagyobb bűvészkellék kiállítással és az idén másodszor pénzdíjas bűvészversennyel várják a közönséget. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket. Egy hét múlva újabb témákkal várom Önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!